Dombóvár város önkormányzata az energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos intézkedésekről is tárgyalt legutóbbi képviselőtestületi ülése alkalmával. A jelenlegi rendkívüli áremelkedést és kiszámíthatatlan piaci árakat hozó helyzetben optimális megoldást szeretnének, mondta el a polgármester. Azt gondolom, hogy nem egyedülálló ma Magyarországon minden képviselőtestület az energiaválság megoldására próbál megoldást keresni, és nyilván mi is így döntöttünk, hogy egy olyan intézkedési csomagot próbálunk összerakni október 15-éig, amely minden szereplő számára egy elviselhető jövőképet mutat. Ebben nagyon széles körű társadalmi egyeztetést folytattunk, hiszen intézményvezetőinkkel már ez megtörtént, önkormányzati cégekkel szintén megtörtént, hétfőn folytatjuk tovább a civil tanáccsal, a sporttanáccsal, és nyilván bevonjuk a vállalkozó egyesületet is ebben. Mindenkit arra szeretnénk kérni, hogy próbáljunk meg közösen gondolkodni, és nem húzzunk merev vonalakat, hiszen itt napról napra változnak a dolgok, és azt hiszem, hogy ha közösen gondolkodunk és közösen tudunk áldozatot hozni, akkor olyan kompromisszumos megoldás született, hogy legkevesebb sérelem esik mindenkin. Nagyon fontos, hogy a testületünk fogalkörömben ragaszkodik ahhoz, hogy lakosságra, állampolgára nem próbálunk terheket róni, hiszen nem emeljük sem a belépők árát, sem a tömegközlekedés árát, és sem olyan ellátás szolgáltatás árát nem emeljük, amivel a lakosságra hárítatnánk ezt a számomra ma még azt gondolom megoldhatatlan problémát, és azt is hiszem, és tudom, hogy nem vagyok egyedül az országban és Európában, aki ezzel a kínnal küzdik. A képviselők a dombóvári középiskolákban a közétkeztetés igénybevételére ösztönző programról is tárgyaltak, kóstolónapok várják majd a diákokat. Nagyon fontos volt egy előző képviselőtestületülés gondolatmenetét tovább folytatva, hogy vajon hogy tudnánk minden szélesebb körben bevonni a közétkeztetésbe a diákokat. Erre a szolgáltatónk előállt egy nagyon jó innovatív ötlettel. Az elkövetkezendő egy hónapban minden intézményben többször kóstolónapot fognak tartani, és megpróbálják bemutatni a középiskolásoknak azt az ételt, amit ők készítenek. Nyilván itt nem csak mindig az étel mienségével van probléma, és hogy aznapon mi van, hanem azt is látjuk, hogy egy bizonyos életkorban menza egy kicsit snasz. Megpróbálnánk visszavezetni őket. Nyilván azt is látjuk, hogy ezzel egy olyan utat mutatunk, ahol tudunk a családoknak is segíteni, hiszen mind több gyereket tudunk naponta legalább egyszer meleg ellátásban részesíteni. Ma 1500 ebéd kerül kiosztásra Dombóváron. Szeretnénk, hogy ez a létszám rövid időn belül elérni a 2000 főt, és minél hatékonyabban működne a közétkeztetés, hiszen csak akkor lehet az árakat kornában tartani, hogyha növelik a mennyiséget, ezáltal optimizálják az önköltségi áraikat, és azáltal, hogy minél több gyerek venne részt ebben, a jelenleg résztvevő gyerekek számára sem kellene térítési díjat emelni, amit már az előbb említettem is, hogy nem is tervezünk, tehát az élet mindig furcsaságokat ír. A képviselőtestület a 2022-es évi költségvetési rendelet módosítását is elfogadta az ülés alkalmával. Azok a tételek, amelyek menet közben változtak, azok átvezetésre kerültek. Sajnos biztos vagyok benne, hogy most számoltok be utoljára arra, hogy likviditási problémáink 2020 óta még nem voltak, és most mondhatnám, hogy remélem, hogy nem is lesznek, de nincsenek illúzióim, hiszen ezeket a költségeket, amelyek nagy terhet vonnak ránk, finanszírozni kell majd valamiből.